Klasszikus eposzok eredete és jelentősége Az eposzok az irodalom legősibb formái közé tartoznak, amelyek mély hatást gyakoroltak a korai civilizációk fejlődésére. E műfajok jelentősége nem csupán abban rejlik, hogy irodalmi alkotásokként fennmaradtak, hanem abban is, hogy fontos kulturális és társadalmi üzeneteket hordoznak. Az eposzok nem pusztán szórakoztatásra szolgáltak. A történelem során számos alkalommal váltak az identitás és az erkölcsi tanítás hordozóivá, amelyek egy-egy közösség értékrendjét, hitét és önképét tükrözték. Az eposzok alapvetően hosszú, verses történetek, amelyek nagy horderejű témákkal foglalkoznak. A művek központi eleme gyakran egy hős, aki próbák és kalandok során mutatja meg erényeit vagy hibáit. A klasszikus eposzok világában a főhős cselekedetei szorosan összefonódnak az isteni és emberi világ kapcsolataival, az istenek beavatkozása és a természet feletti elemek, gyakran kísérik a történetek alakulását, miközben az emberi hősök maguk is olyan eszményeket képviselnek, amelyek az adott kultúra számára fontosak voltak. Az egyik legismertebb ősi eposz a Gilgames eposz, amely a mezopotámiai kultúrából származik. Ez a mű különösen fontos, mivel a legkorábbi fennmaradt eposzok egyike, és részletesen ábrázolja az emberiség ősi kérdéseit a halhatatlanság keresését, az emberi sors elfogadását és a barátság fontosságát. Gilgames király története, amelyet az istenek és emberek konfliktusai szőnek át, nem csak a suméri irodalom egyik legnagyobb teljesítménye, hanem az emberiség történetének egyik kiemelkedő alkotása is, a görög kultúrában az eposzok szintén meghatározó szerepet játszottak, Homérosz két főműve, az Iliász és az Odüsszeia, nem csak a görög irodalom alapkövei, hanem a nyugati kultúra szellemi örökségének is meghatározó elemei. Az Iliász a trójai háború eseményeit meséli el, míg az Odüsszeia Odüsszeusz hazatérésének viszontagságos útját mutatja be. E két eposz nem csak hősies történeteket mesél el, hanem erkölcsi és filozófiai kérdéseket is felvet, amelyek máig relevánsak. Az eposzok tehát nem csupán irodalmi alkotásokként értelmezhetők, hanem mint a kultúrák alapvető értékeinek és hiedelmeinek megtestesítői. A Gilgames eposz, az Iliász és az Odüsszeia példája is azt mutatja, hogy az eposzok mindig többet jelentettek egyszerű történeteknél. A közösségek önazonosságának, hitének és törekvéseinek lenyomatát őrizték meg. Az eposzok világában a hősök és az istenek találkozása nem csupán izgalmas kalandokat jelentett, hanem az emberiség mélyebb kérdéseire is választ próbált adni. Homérosz és az Iliász hősi világa Az eposzi irodalom egyik legismertebb alakja Homérosz, akit hagyományosan az Iliász és az Odüsszei a szerzőjeként tisztelnek, bár személyét sokáig legendák kövezték, és máig nem bizonyított, hogy egyetlen ember művei lennének-e e történetek, a nevét viselő alkotások meghatározó szerepet játszottak az ókori görög kultúrában, és az utókort is formálták. Az Iliász különösen kiemelkedik az Eposzok sorából, hiszen a trójai háború hősi világát mutatja be, ahol emberi és isteni erők szövődnek össze. Az Iliász cselekménye a trójai háború utolsó szakaszára összpontosít, bemutatva a görög harcosok és trója védőinek küzdelmét. A történet központi figurája Achilleus, aki a görög seregek legerősebb harcosa, ugyanakkor rendkívül emberi is, hiszen esendősége, sértődöttsége és végül tragikus sorsa különleges mélységet ad karakterének. Achilleus haragja, amely az Iliász nyitó soraitól kezdve meghatározza a történetet, nem csak az ő személyes sorsát, hanem az egész háború alakulását is befolyásolja, ez az emberi érzelmek és isteni beavatkozások keveréke adja az eposz drámai erejét. A trójai háború eseményeiben az istenek aktív szerepet játszanak, gyakran beavatkozva az emberek közötti konfliktusokba. Az Iliász világában az istenek nem csupán távoli megfigyelők, hanem olyan lények, akik szenvedélyeik, haragjuk vagy éppen szövetségeik révén formálják az eseményeket, Például Pallas Athéné, a bölcsesség és harc istennője, többször is segítséget nyújt a görög hősöknek, míg Apollón, a nap és a művészetek istene, Trója védői mellé áll. Ez a dinamikus isteni jelenlét egyszerre ad epikus mélységet és mitikus jelentőséget az eposznak. Az Iliás csúcspontja, Akileusz és Hektor párharca, amely nem csak két harcos küzdelmét, hanem két világkép ütközését is jelképezi. Akileus, aki a görögök oldalán harcol, a hősi dicsőség eszményét képviseli, míg Hektor, Trója hercege, a család és a hazaszeretet megtestesítője, kettejük összecsapása a végső áldozatot, és az emberi sors tragikumát helyezi középpontba, miközben bemutatja, hogy a háborúban nincsenek valódi győztesek, Hektor halála és Trója elkerülhetetlen pusztulása az eposz végén szívbe markolóan mutatja be a háború embertelenségét és a hősi világ elmúlását. Az Iliász nem csupán a görög mitológia és irodalom csúcs teljesítménye, hanem egyetemes emberi kérdéseket is felvet, mit jelent a hősiesség, mi a dicsőség ára, hogyan viszonyul egymáshoz ember és Isten. Ezek a kérdések az eposz szövetébe ágyazódnak, miközben a trójai háború eseményei Univerzális tanulságokkal gazdagítják az olvasót, homérosz műveid nem csupán a múlt egy darabját tárja elénk, hanem az emberi létezés mélyebb rétegeit is megvilágítja, amelyek az ókor óta sem vesztettek jelentőségükből. Az adüszéj a kalandok és emberi kihívások a hazatérés útján. Homérosz másik kiemelkedő alkotása, az Odüsszeia, az epikus irodalom egyik legszínesebb és legösszetettebb műve, amely Odüsszeus a görög hős hazatérésének történetét meséli el, még az Iliásza a háború hősiességére és tragikumára helyezi a hangsúlyt, az Odüsszeia az emberi kitartás, leleményesség és túlélés allegóriája, amelyben a főszereplő kalandjai során szembenéz a természet feletti erőkkel, saját gyengeségeivel, és a hazatérés iránti vágy hajtotta akadályokkal, az odüsszei a cselekménye, Odüsszeusz hosszú és viszontagságos útját követi, amely tíz évvel a trójai háború befejezése után játszódik, a mű alaptémája a hazatérés, de ennek során az emberi lét különböző aspektusai bontakoznak ki, Odüsszeusz karaktere rendkívül emberi és sokoldalú. Ő az eszes és találékony hős, aki nem csupán erejével, hanem éles eszével is képes legyőzni ellenfeleit, az eposz történeteiben a hős kitartó küzdelme a hazatérésért és családja iránti szeretete emeli ki őt a görög irodalom hősei közül, a mű legismertebb epizódjai közé tartozik a Küklopsz Polyfémosz legyőzése, amely Odüsszeusz leleményességét és bátorságát mutatja be. A történet során Odüsszeusz csellel szabadítja ki magát és társait Polyfémosz fogságából, bebizonyítva, hogy az emberi értelem még a nyers erővel szemben is győzedelmeskedhet, hasonlóan jelentős a szirének epizódja, amely az emberi vágy és ellenállás küzdelmét ábrázolja. Odysseus társai segítségével ellenáll a csábításnak, miközben ő maga kötelekhez kötözve hallgatja a szirének végzetes dalát, amely számos hajós vesztét okozta már, az odüsszeje ugyanakkor nem csupán a hős fizikai megpróbáltatásait ábrázolja, hanem lelki küzdelmeit is. Az út során Odüsszeusz újra és újra szembesül önmagával, esendőségével, büszkeségével és azzal a tudattal, hogy hazatérése nem csupán saját akaratán múlik. Az Istenek beavatkozása az Odüsszeja világában ugyanolyan meghatározó, mint az Iliászban. Pallasz Aténé rendszeresen segíti Odüsszeuszt, míg Poseidon a tengerek istene folyamatosan akadályokat gördít elé, ez a dinamikus isteni jelenlét arra emlékezteti az olvasót, hogy az emberi sors soha nem független a külső erőktől. A történet vége Odüsszeusz hazatérése itthakába a család és a közösség fontosságát emeli ki. A hős visszanyeri helyét otthonában, legyőzi a trónját és feleségét fenyegető kérőket, és végre újra egyesül hűséges feleségével, Pénelopéval, ez a zárás nemcsak a hősgyőzelmét, hanem az emberi kapcsolatok erejét is hangsúlyozza, amely minden kalandnál és megpróbáltatásnál fontosabb. Az Odüsszeia tehát nem csupán egy hős kalandjainak gyűjteménye, hanem mélyebb üzenetet is hordoz az emberi kitartásról, bölcsességről és az otthon jelentőségéről. A mű azon túl, hogy a görög irodalom egyik legfontosabb alkotása, univerzális tanulságokkal szolgál amelyek az ókortól napjainkig hatással vannak az emberi gondolkodásra, az Odüsszeusz által bejárt út az emberiség örök vágyát tükrözi: megtalálni a hazavezető utat nem csupán földrajzi, hanem lelki értelemben is. Vergilius és az Eposz római hagyománya Miközben Homérosz az ókori görög irodalom emblematikus alakja, a római kultúra saját epikus hagyományát Vergilius révén emelte a klasszikus irodalom csúcsára. Vergilius legismertebb műve, az Aeneis, amely a trójai háború eseményeit követően játszódik, nem csupán egy újabb eposz, hanem a római identitás és hatalom megtestesítője. Az Aeneis jelentősége abban rejlik, hogy a rómaiak számára ugyanolyan kulturális alapművé vált, mint az Iliász és az Odüsszeia a görögök számára, miközben eltérő értékeket és eszményeket képviselt az Aeneis központi alakja, Eneász, aki Trója elpusztulása után elhagyja szülővárosát, hogy isteni küldetésének megfelelően Itáliában új hazát alapítson, a műcselekménye két fő részre oszlik. Az első rész Aeneas kalandjait követi, amelyek során a tengeren hánykolódva különböző akadályokat kell legyőznie, míg a második rész az itáliai földre érkezését és a helyi népekkel vívott harcait mutatja be. Vergilius története nem csupán egy hős, személyes útját ábrázolja, hanem a római nép mitikus eredetét és isteni kiválasztottságát is hangsúlyozza. Aeneas karaktere eltér a homéroszi hősöktől, hiszen őt nem a személyes dicsőség vagy a hősiesség utáni vágy vezérli, hanem az isteni akarat iránti engedelmesség és a közösség iránti elkötelezettség. Az elneizben elne gyakran küzd belső konfliktusokkal, hiszen egyéni vágyait háttérbe kell szorítani a népe jövőjének érdekében. Ez különösen szembeötlő Dido, Karthágó királynője iránt érzett szerelmében, amelyet végül feláldoz isteni küldetése érdekében. Ez a motívum a rómaiak számára fontos erkölcsi tanulságot hordozott, a közösség érdekei mindig előbbre valók az egyéni vágyaknál. Vergilius művében az isteni beavatkozás hasonlóan központi szerepet játszik, mint Homérosz eposzaiban. Jupiter, a római főisten, kijelöli Aeneas sorsát, és gondoskodik róla, hogy küldetése beteljesüljön, miközben Juno, a háború és a házasság istenője, állandó akadályokat gördít elé, ez a konfliktus az Istenek között nem csak az emberi eseményekre gyakorolt hatásukat mutatja be, hanem a római mitológia kozmikus rendjét is érzékelteti, amelyben minden cselekedet egy nagyobb isteni terv része. Az Eneis nem csupán a római nép eredetét meséli el, hanem politikai és kulturális üzenetet is hordoz. Vergilius művének megírása Augustus császár uralkodása idejére tehető, amikor a római birodalom éppen új politikai és társadalmi rendet alakított ki, az eposz így egyértelműen augusztus hatalmát és a római civilizáció felsőbbrendűségét hirdeti, a pedig a római erények, például a kitartás, a hűség és a közösség iránti odaadás mintapéldájaként ábrázolja. Vergilius ezzel az eposzával nem csak a római irodalom csúcs teljesítményét hozta létre, hanem az egész római nép identitásának alapjait is megfogalmazta. Az Aeneis nemzetközi hatása is kiemelkedő. Az eposzt később számos európai kultúrát inspirált, és az európai irodalom egyik alapművévé vált. Dante isteni színjátékában például Vergilius maga is megjelenik, mint az elbeszélő kalauza, ezzel tisztelegve a római költő előtt, az Aeneis az eposzi hagyomány megújításának iskola példája, amely bebizonyította, hogy az epikus műfaj képes új értékek és eszmények közvetítésére is, miközben megőrzi az ókor klasszikus irodalmának szellemiségét. Ezáltal az Aeneis nem csak az ókori Róma, hanem az egyetemes kultúra örökségének is szerves része. Az eposzok öröksége és hatása a kultúrára. Az eposzok hatása messze túlmutat saját korukon, ezek az ősi történetek nem csak az adott kultúrák értékrendjét és hiedelmeit őrizték meg, hanem időtlen tanulságokat is kínáltak az emberi létről. Az eposzok világában az Istenek, hősök és emberek találkozása egyaránt bemutatja a küzdelmet a sorssal, az emberi gyarlóságokat és az isteni akaratot. Az eposzi hagyomány jelentősége abban rejlik, hogy az emberi kultúra alapvető kérdéseit univerzális nyelven képes ábrázolni, Homérosz és Vergilius művei nem csupán az ókorban voltak fontosak, hanem az évszázadok során az irodalom és a művészetek alapköveivé váltak. Az Iliász és az Odüsszeia a görög kultúra szimbolumaivá lettek, míg az Aeneis a római birodalom hatalmát és örökségét hirdette. Ezek a művek nem csak a történelmi eseményeket mesélik el, hanem az emberi természetet is feltárják, az eposzok hősei gyakran esendőek, gyarlók és emberiek, ami közel hozza őket az olvasókhoz, miközben példát mutatnak a bátorság, a kitartás és a bölcsesség erényeiből. Az eposzok a későbbi irodalomra és művészetekre is óriási hatást gyakoroltak. A középkor lovagi eposzai, például a Rolandének vagy a Nibelungének szorosan kötődnek a Homéroszi hagyományhoz, miközben a középkori értékeket és hitvilágot tükrözik. Az eposzi forma tovább élt az újkorban is, amikor olyan alkotásokban tért vissza, mint Milton elveszett Paradicsoma, amely a bibliai történeteket helyezte epikus keretbe. Ezek a művek is azt bizonyítják, hogy az eposzi műfaj alkalmazkodni tud a változó idők értékeihez és eszményeihez. Miközben megőrzi a hősi világ iránti tiszteletet, az eposzok nem csak irodalmi alkotásokként, hanem kulturális és társadalmi tanúságok hordozóiként is jelentősek, az Iliász és az Odüsszeja a görögök számára a hősi világ tanulságait őrizte meg, míg az Aeneis a római birodalom eszményeit hirdette. E művek öröksége nem pusztán abban rejlik, hogy fennmaradtak az idők során, hanem abban is, hogy folyamatosan újraértelmezték őket. Az epószokban megjelenő kérdések a sors, a hősiesség, az emberi gyengeség és az isteni igazságosság az emberiség számára ma is aktuálisak, ezért ezek a történetek képesek megszólítani a mai korolvasóit is. Az eposzok hatása nem korlátozódik az irodalomra. Az ókori eposzok szereplői és történetei számos művészeti alkotás, szobor, festmény és zenemű inspirációjává váltak. Achilleus, Hector, Odysseus és Aeneas alakja az európai kultúra ikonikus figuráivá váltak, Miközben ezek a művek a modern értelmezések számára is termékeny talajt nyújtottak, az epikus történetek motivumai ma is felelhetők a filmek, sorozatok és videójátékok világában, ahol a hősök küzdelme és a sorssal való szembenézés a narratívák alappillérei. Az eposzok tehát nem csak a múlt tanúi, hanem a jelen és a jövő kulturális párbeszédének részei is, az emberiség alapvető kérdéseit és dilemmáit örökítik meg, amelyek soha nem veszítenek jelentőségükből. A klasszikus eposzok arra emlékeztetnek bennünket, hogy a hősök történetei nem csak a történelmet mesélik el, hanem az emberi lélek mélységeit is feltárják, miközben a közösség és egyéni értelmét kutatják. Az eposzi műfaj öröksége ezért nem csak az ókoré, hanem mindannyiunké. Köszönöm a figyelmed! Ha tetszett a videó és szeretnéd támogatni a munkám, ne felejts el feliratkozni, lájkolni, és fontold meg a csatornatagságot is. Ezekkel a kis lépésekkel te is hozzájárulsz ahhoz, hogy több hasonló tartalom születhessen. Kérlek, tekints meg a kófi linket a videó leírásában. Köszönöm a támogatásod!